Itt vagyunk a Műszaki Egyetemnél, ahol Matolcsy György, a jegybank elnöke tart előadást. Megkérdeztük a miniszterelnök MNB-vel kapcsolatos kritikájáról és az inflációról is. Jegybank elnök úr, jó napot kívánok, a 444.hu-tól vagyunk. Mit gondol arról, hogy Orbán Viktor szerint a jegybank nem tudott megbirkózni az inflációval? A mai nap szombat van, a Nobel-díjasokat ünnepeljük, úgyhogy megyek előadást. Igen, de közben az állampolgárok egy Európa rekord inflációval szembesülnek, tehát mégiscsak felmerül a kérdés, hogy mit gondol erről. Holnap vasárnap lesz, ezért azt javaslom, hogy mindenki pihenjen, élvezze a késői őszt. Viszont... De ezeket az árakat hétvégén is ki kell fizetni, és mégiscsak fontos, hogy a jegybank elnök mit gondol erről. Mi harcolunk. Két éve, két és fél éve az infláció ellen, és sikeresen. Mit ért a kalandor gazdaságpolitikán, ami ön szerint hozzájárult ehhez?